Ez 5 Mózes 4-es fejezet második vers, ahol olvashatjuk, hogy semmit se tegyetek az igéhez, melyet én parancsolok nektek, se elne vegyetek abból, hogy megtarthassátok ki a huának, a Tiálok imeteknek parancsolatait, melyeket én parancsolok nektek. Ha én hozzáteszem azt, hogy nem lehet kimondani, meg, meg mit tudom én, hogy hogy hívják, nem fontos a neve, meg ő így is hallja, meg úgy is hallja, akkor én azonnal ehhez hozzátettem az én saját gondolatomat. És azzal az a probléma, hogyha én hozzáteszem az én gondolatomat, hogy az azt jelenti, hogy ő valamit elfelejtett, vagy ő valamit nem jól tud. 5 Mózes 27-26 azt mondja, átkozott, aki meg nem tartja a törvénynek az igényt, hogy cselekedje, azokat mondja az egész nép. Hogyha visszamegyünk ide, itt van egy ezek közül, ami ennek a, az egyik része ennek a törvénynek. Szóval, ha én azt mondom, hogy nem kell a nevét ismerni, vagy nem szabad kimondani, én már hozzátettem az én saját gondolatomat, és azzal azt mondom, hogy ő nem gondolt erre, vagy ő nem jól tudta, amikor ő ezt az egészet elkezdte. Szóval, majd én megmondom, hogy hogy kell hozzá közelíteni, vagy hogy nem. Az, hogy fontos-e, hogy lapos a föld, vagy nem, ő az, ja, aki eldönti, hogy mi a fontos, vagy mi az, ami nem. Én nem mondhatom azt senkinek, hogy ez nem üdv kérdése. Én nem tudom, hogy mi üdvösség kérdése. Én azt tudom, hogy mindenkivel megosztott bizonyos mennyiségű információt, hogy az ő nagy nevét és az ő csodálatos cselekedeteit tudjuk hirdetni az embereknek. Abban nem volt benne az, hogy majd én eldöntöm, hogy mi az üdvösség kérdése és mi nem az. Ha én kikutatom az igazságot, ő megmutatja, akkor ő elvárja, hogy azután én úgy cselekedjek. Az idők végezetéig én nem mondhatom azt, hogy de persze, a föld ö, lapos, de én azt mondom az embereknek, hogy gömbölyű csak azért, hogy, hogy úgy nézzenek rám, mintha normális lennék. Vagy én nem használom a nevét csak azért, hogy elfogadjanak. Vagy én elmélyek karácsonyozni csak azért, hogy ők aztán. érted? Mit érdekel engem, hogy ők, ők mit gondolnak, vagy, vagy mit akarnak. A, a mi feladatunk az kikutatni a titkolat, amelyeket ő elrejtett, és ez lesz majd a mi. Kabod, vagy tisztesség, de egyébként dicsőségünk. A királyok azok, akik kikutatják azt, amit Jahua elrejtett. És azt is tudjuk, hogy a titkok Elohiméi, milyen pedig az, amit nekünk kijelentett, ezt onnan tudjuk, hogy 5 Mózes 29-29 uh, leírja. A titkok Jahuája mi Elohimünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainké mindöröklé, hogy e Torának minden igényét beteljesítsük. Szóval ő az, aki eldönti, hogy mi a fontos és mi az, aki nem ha valaki azt mondja nekem, hogy nem mondhatjuk ki a nevét, akkor nekem, neki meg kell mutatni azt, hogy hol van ez leírva, hogy nem mondhatjuk ki a nevét. Főleg úgy, hogyha megnézzük, hogy mi az, amit ír Joel, Második fejezet 32-ben azt mondja, hogy mindenki, aki Jahuának a nevét hívja segítségül, az megmenekül. Akkor hogy, ha nem mondhatom ki a nevét, akkor hogy hívjam segítségül? Aztán ezt megismétli Saul, sőt, ezt olvashatjuk apostolok cselekedeteiben, Aposok, másik 21 es lesz, mind az, aki Jahuának a nevét segítségű hívja, megtartatik. Minek is fogadjak el tanácsot olyan emberektől, akik nem hisznek a megváltóban? Minek menjek hozzájuk, mikor ők nem értik az egésznek a lényegét? És nem én mondom azt, mindenki, aki nem fogadja el Jahusa, ha másiákot, mint az ő megváltóját, az az anti azok az emberek, akik, akik még mindig várják az ő eljövetelét, ők ebbe a kategóriába tartoznak. Ez e, a Hukonon levele, az első levél, négyes, hogy szeretteim, ne higgyetek minden ruáknak, hanem próbáljátok meg a ruákod, ha Elohimtől van, -e, mert sok hamis proféta jött a világra. Erről ismerjétek meg Elohim ruákját, Ginoszkó, vagy tud, megismer, de át, információ, megért, felfog valamit, vagy jadá, megtanul. Elohim ruákját. valaki az a ruák, aki Jahusát testben megjelent másiáknak vallja, az Elohimtől van. És aki nem Jahusát testben megjelent másiáknak, az nincs Elohimtől. És az az anti másiák ruákja. Mindenki, aki ma a judaizmus gyakorolja, az ez a kategória. És nem én vagyok az, aki utálom ezeket az embereket, hanem ez van ide leírva. Ők azok, akik az anti-másiák ruákját terjesztik ma a világban. Minek forduljak hozzájuk segítségül, mikor nekik nincs meg az az eszenciális Elohim ruákja, ami hiányzik nekik. Nem érthetik meg azt, ami le van írva. És semmi bajom sincs ezekkel az emberekkel. A lényeg az, hogy nekem nem kell azoktól tudakozódni, akik az anti másiák ruhákját terjesztik ma a világban. Nekem nincs hozzájuk semmi közöm. Bármi, amit mondanak, lehet helyes, lehet helytelen, az ki fogja nekünk jelenteni Elohim ruhákja. Az, hogy nem lehet kimondani a nevét, hogy még mindig várjuk, hogy mikor fog megjelenni a másiák, ezek a dolgok mind innen származnak. Azért, mert az a ruhák uralja az egész világot. De még egyet hozzátennék így bevezetőként. Ez jelenése a másik fejezet, 9. Azt mondja, tudom, ez a, a szmérnai gyülekezet, tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak a káromlását, ez, ez a szó itt, ez blaszfémia, Elohim káromlása, akik azt mondják, hogy ők a Jahudim, de nem, hanem satán gyülekezete, vagy zsinagógája. Most néztük meg, hogy kik ezek az emberek. Azok, akik azt mondják, hogy jahúsá, ha Másiák nem jelent meg a testben. Erről ismerhető felsatán gyülekezete. Nehogy az legyen, hogy én kitalálom ezt, hogy nekem bárkivel is bajom van. Nekem senkivel sincs bajom. Ha ezt a két verset valaki elolvassa, onnantól kezdve tudja, hogy ki is a tán zsinagógája. Az, aki még mindig várja Jahusza Hamásságot, hogy megjelenjen, mikor már megjelent? Jahukanon, aki ott volt, elmondja azt nekünk, és aztán Jahusha Ha másiák személyesen elküldi a maláchod, hogy elmondja, hogy mindazok, akik azt mondják, hogy ők, Jahudim, azok nem azok, hanem Satán zsinagógája. Ki az, aki káromolja ma az egész világ mellett? Hát nem ők azok. Minek kérdezem meg tőlük, hogy szerintük hogy van ez az egész? mikor az alap dolgot nem értik. De hogy biztos legyen, a következő fejezetben megismétli ezt, és azt mondja, ezúttal a filadelfiai gyülekezetnek, mivel megtartottad az én béketűréseintő beszédemet, ez a szó itt logasz, mint Jahusa másják, a szó, ami testélet lett, és én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Azt mondja, íme adok neked satán gyülekezetéből, azok közül, akik Jahudimnak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme azt művelem, hogy azok eljöjjenek, leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Nem csak ők azok, ez igaz a kereszténység nagy részére, ez igaz az összes többi vallás az, az iszlámra, meg mindenkire. De ki az, aki azt mondja, hogy ő a jahudim, és közben ő sátán gyülekezete? Olyan nem sok van. Magyarul mindenki, aki oda megy, hogy tudakozza az igazságot, és abba a gyülekezetbe jár, azok tévúton járnak. Azért, mert rossz forrásból próbálják megfejteni az igazságot. Nem lehet megtudni egy rossz forrásból az igazságot. Egyszerre nem jöhet egy forrásból igazság és hazugság, és ez az, ami onnan jön. Sajnálatos módon egyébként ez igaz a, a, arra a vonulatra is, amit úgy hívnak, hogy messiás hívő zsidó, vagy judaizmus, vagy nem is tudom mi az. Két hazugságból nem lesz egy igazság, hogyha tudjuk, hogy a kereszténység nem az emberek, maga az a, az, az ideológia, amit ők folytatnak, az egy hazugság. És tudjuk azt, hogy a judaizmus, amit ők terjesztenek, az az antimásziák ruákja, hiszen itt van leírva, aki nem fogadja el Jézus a másiákot, mint megváltót, az mind az antimásiák ruákja. Ha tudjuk ezt a kettőt, hogy lesz a kettőből majd igazság? Egy hazugságból nem tudunk igazságot csinálni. Új lapot kell kezdenünk, és megpróbálni felépíteni az egészet arra az alapra. Ez az, amiről szól ez a könyv. Különösen, amit úgy hívunk, hogy megújult szövetség. Azért mondja azt, hogy aki rám építi a házát, majd azt nem fogja elfújni a szél, amikor jön a megpróbáltatás. És hogy még egyszer, én óva interjúk mindenkit attól, hogy hogy egyáltalán foglalkozzon azzal, hogy mi az, amit a judaizmus tanít. Ők elismerten a Tórát, a Talmudot, a Misnát, az Óhát, a Kabalát, és mindazokat a hagyományokat, amelyeket összegyűjtöttek a fogságok idején, egybe tanítják. És az a hitvallás, hogy úgy juthat el az ember Elohimhez. Nekünk nem kell foglalkozni azzal, hogy mi a, az ő hagyománya a körülmetélésnél, hogy mi az, amit ő tanít, hogy a hetedik hónap, 12. napján milyen ünnep van. Nekünk erre nincsen szükségünk. Abjahua leírta, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van, az benne van ebbe a könyvbe. Mindazok a hagyományok, amelyeket ők tartanak, és azt mondják, hogy ez hozzá tartozik, az 5 Mózes 4 fejezet második verse ellenkezik, hogy semmit se tegyetek hozzá. Abja hua, amit leírt a Tórában, az nekünk elégsége. Az, hogy ők melyik nap, mit ünnepelnek, merre fele fordulnak, hány imát kell elmondani, mikor kell kezdeni, az, annak nincs jelentősége. Mindenki csinálhatja azt, ha akarja. De azt nem mondhatom, hogy az része ennek a törvénynek. Hogyha te nem csinálod ezt vagy azt, akkor te nem tudsz üdvözülni. Ami nincs ide leírva. A kérdés az volt a sminke kapcsolatban tegnap. Hogy mi, mi a helyzet azzal? Nincs szó arról, hogy lehet es minket használni, vagy nem. Van utasítás arra nézve, hogy nekünk moderáltan kell öltöznünk, tisztelbe tartva az, hogy bárki küzdhet bármivel, de az nincs leírva, hogy nem lehet minket használni. Szóval én nem mondhatom azt senkinek, hogy már pedig nem lehet. Én mondhatom azt, hogy itt nem lehet, de azt nem mondhatom, hogy nem lehet, hiszen az nincs leírva. És ha én azt mondom, hogy nem lehet, akkor én hozzátettem ehhez az igéhez. De a szokót egy másik nagyszerű példa volt, amikor hogy alkoholt nem ittunk. Én nem mondtam azt, hogy nem lehet alkoholt inni, sőt, le van írva, hogy lehet, és csináld azt. Egyszerűen mi csak úgy döntöttünk, hogy mi nem fogunk. Ilyen vagy olyan okoknál fogva. De arról nincs szó, hogy nem lehet, vagy azon az ünnepen nem szabad. Én sose gondoltam, amikor elkezdtem járni ezt az utat, hogy majd egyszer, egy ponton a jövőben én nekem videót kell csinálni arról, hogy a judaizmus az egy hazugság olyan egyértelmű volt számomra, hogy ez meg sem fordult a fejemben, hogy ebben az országban ez majd egy probléma lesz. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel szembesülünk manapság, legalábbis én, újra és újra. De még annyit hajt tegyek hozzá. Nekem tényleg nincsen mindenki, aki Abjahu a parancsolat egy követés hisz, Jahusa, ha más úgy, ahogy itt le van írva, az az én testvérem. Egész véletlenül az előbb erre Rábukkantunk, ez Máté 12-es fejezet, ha jól emlékszem, akkor annak is a vége. Azt mondja, hogy ki az én atyám és anyám, kik a testvéreim? Azt mondja, hogy ezek itt. Mert aki cselekszi a mennyei atyám akaratát, az az én testvérem, lánytestvérem és az én anyám. Bárki, aki magát zsidónak vallja, és ezt az utat járja, halleluja. Akár fekete, akár fehér, roma, magyar, teljesen mindegy. De aki nem, az nem lehet az én testvérem. Vagy így, vagy úgy. De a kettő együtt nem lehetséges. Szóval én nem gondoltam soha. Úgy, hogy elismerten a Talmudot követik, meg a szájhagyomány, amiket ők azt mondanak, hogy Mózes ezeket kapta szóbeli parancsolatként, amit nem lehetett leírni, amit aztán később leírtak, abból lett a Talmud és a Mishna, és ők azokat követik ma. Eleve nem lehet eljutni úgy az atyához, hiszen hozzáadtam a saját parancsolatomat, az onnantól kezdve, egy tévút lesz, mindvégig. Nem lehet belőle jól kijönni már onnantól kezdve. Ezért mondja azt nekik, Jahusa, hogy ti elmentek át a tengeren, hogy valakit tanítványát tegyetek, és aztán kétszeresen a pokol fiaivá teszitek őket. Meggyőzitek arról, hogy ez az igazság, és aztán elvezetitek egy, egy tévútra, amit a ti saját hagyományaitok alapján alakítottak ki. Ennél nem is lehet jobban azt elmondani, meg bemutatni, mint amit itt mond. A probléma az, hogy Elohim parancsolatát elhagyva emberek rendelését tartjátok meg. Nem lehet kimondani a nevét. Így kell kezet mosni, így kell öltözni kedden, szerdán, ekkor kezdődik az ima, akkor kezdődik, ennyiszer kell elmondani ezt az imát, ekkor kell azt az imát elmondani. Ez a probléma. A másik véglet a kereszténység, ahol nincsen szabály, ahol mindent lehet, mert Isten szeret téged. Persze, hogy nem értik meg azt, hogy az evolúció, meg a gömb az összekapcsolódik a világgal, és az távolít el az igazságtól, mert nem akarják elfogadni. Nem lehet az, hogy az ember harmóniában jár a világgal és Elohimmel. A világ szeretete ellenségeskedés Elohimmel. Mindenki, aki a világ barátja akar lenni, az Elohim ellensége. A világ barátsága ellenségeskedés Elohimmel. Ha én a világ barátja akarok lenni. Ha úgy beszélek, úgy öltözök, úgy viselkedek, azt az ünnepet tartom, és azt mondom, hogy de én közben Isten szolgálom, akkor az egy képmutató életforma. Én nem azt mondom, hogy mindenkinek tógába kell járni, és állandóan csak erről kell beszélni. Csak azt mondom, hogy gondolja át mindenki, hogy vajon ő akar e barátságban lenni a világgal mert akkor az el Elohimnek az ellenségévé lesz. Szóval ha azt akarod mondani valaki, hogy én barátságban akarok élni mindenkivel, persze bizonyos szintig igen. De kettő nem járhat együtt, csak akkor, hogyha az a kettő megegyezik. Ráadásul ezt mondja a Hua Izraelnek. Mikor megkérdezi tőlük, hogy vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással. Hogyha mi nem egyeztünk meg, nekem nincs ott keresni való mindenki, aki, aki, még várja Jahusa a másiákot, azon én nem tudok, egy, nem, nincs keresni valóma, hiszen ne hozzá már eljött. Minek forduljak hozzá tanácsért? Mikor azt mondta, hogy elküldi nektek az én atyám a vigasztaló, aki majd elvezet benneteket minden igazságra. Az igazságnak a ruákja. Melyik ruák volt az, amit az előbb olvastunk? Az antimásiák ruákja. Ez az atyától jön. Rólam tesz tanúbizonságot. Melyik ruach az, ami ott tanúbizonyságot tesz, ha azt mondják, hogy majd el fog jönni a Másiák? Hogy nem lehet kimondani az ő nevét, mikor megparancsolta nekünk, hogy tudjuk az ő nevét, és hirdessük. Ez az ember feladata. Nem keverhetem össze az igazságot, a hazugsága. Erre a legnagyszerűbb példát mindenképpen itt fogjuk megtalálni. Ez beresít három, négy. Azt mondja hogy hás, hogy bizony nem haltok meg, és ez így van bizonyos értelemben nem haltak meg. Tudja Elohim, hogy amely napon eztek, abból megnyilatkoznak szemeitek, és ez is így volt, és olyanok lesztek, mint Elohim, és ez is így van, jónak és gonosznak tudói, de már olyanok voltak. Az a probléma az egész. Azt mondta, hogy teremtette az embert Elohim képére és hasonlatosságára teremtette Elohim az ember. Szóval már olyanok voltak. Úgyhogy nekik nem kellett ahhoz a fáró enni, hogy olyanok legyenek. A jónak és a gonosznak tudói. Csak meg kellett volna kérdezni tőle. Ott sétált a kertben. Minden, amit tudni akartak, az rendelkezésükre áll, és nem is haltak meg, de amúgy se haltak volna meg. Nem, nem arról szó se volt, hogy meghalnak. Szóval mindaz, amit az ember akart ott akkor, már megvolt neki. Ennek ellenére mégiscsak fontosabb volt az, hogy arról egyen. A probléma tehát nem az volt, hogy megnyilatkozott a szeme. Amit akart az ellenség az az, hogy megszegje azt, amit Elohim mondott. Nem akart, ő, ő nem tudott újat adni. Mindez rendelkezésére állt az embernek. Az, hogy nem fogta fel, ma sem fogja fel. Mint ahogy akkor sem. Az egyetlen dolog, amit akart az ellenség, az az, hogy ne azt csináljuk, amit Jahúa mondott. Ez volt a probléma, nem az, hogy megnyilatkozott a szemük. Ott sétált utána. Meghallották Elohim szavát, aki a hűvös alkonyatból járt a kertben. jahusá ha másiák. Ő Elohim szava, aki jár kell a kertben és elrejtőztek a Elohim elő, a kert fáj között. És azt kérdezte, hogy hol vagy? Ott volt. Akkor bármi, amit tudni akartak, megkérdezték volna tőle, mint ahogy mi is. Ha akarok valamit tudni, megkérdezem tőle. Nem kell elmennem egy valláshoz, amiről tudom, hogy hazugság. Mindegyik az, úgyhogy egyikhez sem kell. Nekem arra kell koncentrálni, mi az, amit ő akar tőlem, és nem arra, hogy ő azt akarja tőlem, amit én akarok csinálni, érte? mint ahogy a legtöbb ember akarja. Hozzáigazítani az én életemhez azt, amit ő parancsol. És ha nem megy, akkor azt mondom, hogy ő biztos megérti, mert egyszerűen csak nem lehet megcsinálni a mai világban azt, hogy ez, vagy az, vagy amaz, vagy emez. Persze lehet, hogy megérti, de mi van, ha nem? Mi van, ha azt fogja mondani, mint ahogy fogja? Hogy ő 100%-os odaadást és elhivatottságot várt el, és annak része az, hogy az ember konfrontációba keveredik a világgal. Hogy az élet nehéz lesz, hogy küzdelmes lesz, hogy tele lesz kihívásokkal. Mint ahogy mondta, az életben megpróbáltatások várnak rád, de én legyőztem a világot. Úgyhogy rajta keresztül meg lehet oldani. De minden, ami az én gondolatom, az egyszerűen csak én összevetem azzal, amit ő akar. És akkor meg fogom látni, hogy mi a helyes, mi az, ami nem. És én ez alapján élem le az életem. Tökéletesen, úgy, mint hibátlanul, nem. De abban a percben, mikor elkezdem fontolgatni, hogy én azt csináljam, ami ellenkezik azzal, amit ő akar, vagy ne csináljam, amit ő elvár, abban a pillanatban én már letértem arról az útról, és megyek azon az úton, aminek a végén vagy kegyelmet kapok, vagy nem.